Sziasztok! Március 15-éhez kapcsolódóan készítünk ma beszúrós papírdészeket. Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete ez a nap. A forradalmat indító március 15-e jelképe. Ezen a napon az emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, megkoszorúzzák Petőfi Sándor és Kossuth Lajos szobrát. A beszúrós díszeket könnyű elkészíteni, az egyszerű zászlón kívül sokféle lehetőség létezik. Én most kettőt mutatok nektek. Az elkészült kész díszeket pedig a megemlékezések színhelyén leszúrhatjátok, illetve vázába is tehető, hogy otthon díszítse a lakást. Én most színes papírt fogok használni, de elkészíthető akár festéssel, színezéssel is. Lássunk is hozzá!